és akkor mamám előállt egy dobozzal, a dobozba előszedett két csomag levelet. Két különböző színű selyem szalaggal volt átkötve ez a levél, akkurátosan meg volt kötve, és azt mondta, hogy érdekelnek-e ezek téged, és kezdtem, mik ezek. Hát ezek a leveleink, milyen leveleitek? Hát amiket Svédországban egymásnak küldtünk. Milyen? Mit küldtelek egymásnak? Hát azt, ha tudod, mi Svédországban esküdtünk. Hát azt mondom, persze, hogy tudom. De hogy tulajdonképpen ezt a súlyra is tekintélyes számú levelet küldtük egymásnak. Ti azt megőriztétek és eltettétek. És soha nem mondtátok. Elmúlt álltam, félszegen, zavartam, azt mondja, nem, azt mondja, hát tudtam, hogy el van téve. Érdekel? Mi az, hogy érdekel? És akkor odaadta ezt, és mondta, hogy döntsd el, mit akarsz vele csinálni. És akkor hazavittem, és akkor egy éjszaka alatt elolvastam ezeket a leveleket. Ugye 45. júliusában van az első levél, amit ceruzával írja a papám ágyban. Mert ugye tudni kell róla, hogy őt az orvos a halálra ítéli rögtön Svédországba érkezése után. Tehát van egy olyan nagyon súlyos, akkor gyógyíthatatlan tüdőbetegsége, amely miatt hát az esélye az életre minimális volt. És mondta neki az orvos, hogy hát mindenkitől búcsúzzon el, körülbelül 6 hónapja van, végig fogják ápolni. De nem akarja becsapni őt is. És az abban akkor határozza el, hogy feleséget keres magának, és hadat üzen a halálnak. De a lényeg az, hogy ezek mondom, egymásba voltak téve, pontosan voltak rögzítve, egy darab nem hiányzott belőlük. És rekonstruálni engedte nekem azt a szerelmet, amit 50-valahány évvel ezelőtt, most már 60 évvel ezelőtt a szüleim átértek. Talán, hogy egyre több mindenről számoltunk be egymásnak. Valahogy, hát akkor még nem is, tehát nem volt akkor még szerelem, vagy volt már akkor, Péter? Én nem olvastam a leveleket 60 éve. Ez azért tényleg megdöbbentő, tehát még nemhogy nem írta meg a papám, de hogy elő sem vette, tehát 50-valahány évig el sem olvasták. Tehát nem akartak ránézni a saját történelmükre valamoknál fogva. Azért az, hogy ők ezt dugdosták, de nem semmisítették meg, de nem beszéltek róla, ez sokkal többet jelent annál, mint ami. Az apám lehet, hogy volt benne egy rejtett szándék, hogy egyszer majd elővesz és megírja. Az nem lehet, hogy egy íróember, ezen sokat gondolkodtam, mert ugye ez a legnagyobb titka ennek a történetnek, hogy létezik, hogy a papám, aki nagyon sok könyvet írt, újságíró volt, elképesztően jól írt, egyébként ezekben a levelekből aztán végképp kiderül, hogy nagyon-nagyon jól írt. Hogy létezik, hogy egy ilyen ember az nem ismerte fel, hogy egy ekkora nyersanyag van a kezében. Hát eltelt valami 3 hét is. Akkor vettem a fáradtságot, és mondtam, na akkor nem is lapot írtam, hanem azt hiszem levelet. Talán az is megvan. És abban azt írtam, hogy sajnos nem tudok senkiről semmit. Szóval megírtam az egész életrajzomat, hogy 1 éves koromban elkerültünk, és hát sajnálom, hogy nem tudok jó hírrel szolgálni neki. De hát, hogyha van kedve, akkor levelezni levelezhetünk. Tulajdonképpen ezt írtam, hát időnk van. És alig telt el valami, hogy nagyon sajnálja ő is, de hát akkor ő se kapott még tulajdonképpen hírt, és akkor írt nekem. Volt ezekben a levelekben valami olyan földön túli erő arra, hogy nem akarok meghalni, hogy nem adom magam meg a sorsnak, hogy nem akarok ennek a holokauszt dolognak az árnyékába élni, mert ez borzalmas, hanem kezdjük újra. Ezt én soha ki nem olvastam egyetlen regényből se, hogy volt ezekben az emberekben, némelyikben, nyilván a szüleimben nagyon is, valami, amely azt mondta, hogy csak úgy lehet túljutni ezen a borzalman, ha valamilyen módon meghaladom azt. És ez a szerelem, amely mind a ketten belekapaszkodtak, ez a meghaladásnak tehát megszüntetés meghaladásnak egy különös iskola példája. És amikor ezt elolvastam, ezeket a leveleket, akkor azt gondoltam, hogy ezért az üzenetért érdemes lenne megírni, vagy megörökíteni ezt az egész történetet.